Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása, a Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, aki már itt van velünk a Skype túlsó végén. Jó reggelt kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen! Néhány szolgálati közleménnyel kezdenék, egy csomó előadásunknak megvan az időpontja, méghozzá 2022. november 25-én 18 órakor Sárbogárdon, november 26-án 18 órakor Szombathelyen, december 2-án 18 órakor Nagyszalontán, december 3-án 17 órakor Hegyközpályban, és december 4-én 17 órakor Székelyhídon lesz ultrahang közönség találkozó. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, illetve én is ott leszek. Ezekre a rendezvényekre már lehet regisztrálni a videó leírásában található linken keresztül, vagyis a Szombathelyre már nem lehet, mert az betelt egyelőre, úgyhogy így is túljelentkezés van. Nagyon örülünk, hogy ekkora az érdeklődés. Illetve továbbra is örömmel fogadjuk a támogatásaikat a képernyőn látható bankszámlaszámon, illetve PayPal-on keresztül. Akik támogatnak minket, megkapják többek között ezeknek a közönség találkozóinknak a vágatlan felvételeit, és nagyon köszönjük, hogy küldenek nekünk adományokat. Ennek köszönhetően tud az ultrahang csatornája stabilan működni, és most megnéztem, hogy az elmúlt hónapban több mint 4 millió lejátszásunk volt egyébként a csatornán, ami magyarországi viszonylatban is hatalmas eredmény, illetve várjuk a kérdéseket is a videó leírásában található linken keresztül, és mindenkit arra kérünk, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve lájkolják ezt a videónkat, mert ha lájkolják, akkor azt mondják nekem a munkatársaink, hogy még több emberhez jutnak el. Köszönjük szépen a türelmet. Ja, még egy fontos dolog, hogy lehet rendelni továbbra is Nógrádi Györgynek a dedikált könyveit. Tegnap volt a tanár úr nálunk dedikálni, jó sok könyvet írt alá, de a következő hetekben, mivel jönnek az ünnepek, és sokan írtak, hogy szeretnének dedikált könyvhöz jutni, ezért viszonylag gyakrabban lesz majd dedikálás időpont, úgyhogy a videó leírásában található linken keresztül tudnak rendelni akár belföldre, akár külföldre könyveket. Ezek voltak akkor a szolgálati közlemények, jöjjenek most a legfrissebb hírek, és ezúttal nem az orosz-ukrán háborúval kezdünk, hanem Szerbia és Koszovó helyzetével. Ugyanis tegnap délután a szerb hadsereg lelőtt egy raskai kaszárnya felett elrepülő felderítő drónt. Ugye az előzmény az volt, hogy a koszovói szerbek és a szerbek között, meg a koszovóiak között óriási volt a feszültség, a szerbek pedig felsorakoztatták a hadsereget, és úgy tűnik, hogy tényleg lőttek. A kérdés az, hogy ez már háború? Jó reggelt kívánok! Én már fölkészültem a orosz-ukrán háborúra, akkor váltok. Egy, én nagyon sokszor elmondtam, én 40 nyáronál szállodát vezettem akkori Jugoszláviába, később Horvátországát, a Adriai tenger jelentős része horvátok élet. Kettő, ahol voltam, ott a pék, a cukrász, és még néhány szakma kizárólag albán volt, három. Szörnyű nehéz ez az egész koszovói kérdés. Koszovó a legeslegszegényebb rész volt Jugoszlávián belül, 12-szeres életszínvonal különbség volt Koszovó és Szlovénia közt. Következő. Koszovóból hihetetlen tudatosan elüldözték a szerbeket. Én még nagyon jól emlékszem, és ez soha nem hangzott el, hogy mi volt a jelszó. Feleségeket megerőszakolni, állatokat leölni, kutakat megmérgezni. Na most kialakult egy olyan helyzet, hogy elkezdődött a koszovói háború, akkor 99-ről van szó, amikor a jugoszláv bomlás már réges-rég tart. A koszovóiak hihetetlen ügyesek, létrehozzák a UCK-t, elképesztően jó a propagandájuk, egy kicsit hasonlít Zelenszkijre, de sokkal jobban csinálják, mint Zelenszkij vagy csinálták, óriási nyugati támogatást kaptak, és közzétették, hogy naponta hány albán hal meg. A valóságban pont a tizede halt meg, mint amennyit közzétettek. Én tudom, hogy minden egyes emberé kár, de azért a tízszeres halottszám és a egyszeres halottszám közt óriási a különbség, és eljutottak oda, hogy 99-ben a NATO beavatkozott. Azóta a világ vitatja, hogy ez a beavatkozás jogos volt, nem volt jogos, bele lehet menni. Egy francia tiszt, aki a NATO-ba szolgált, átadta az adatokat a szerbeknek, ráadásul ingyen, hogy mikor fogják bombázni őket. Nagyon nehéz a helyzet. Én nagyon sok e-mailt kapok, pont tegnap kaptam egy ilyen e-mailt, hogy igaz-e, hogy Magyarországnak be kellett volna avatkozni. Szörnyű nehéz, mert Szerbia, Kis-Jugoszlávia rendkívül meggyengült, hála jó Istennek kapitulált. Ha nem kapitulál, egy sokkal nehezebb helyzet lett volna. Amerikaiak tévedésből lebombázták a kínai nagykövetséget Belgrádba, erről is lehetne egy önálló előadást tartani.
És eljutunk oda, hogy a világ egy része elismeri Koszovó függetlenségét, egy részét nem. Szokás szerint nem az elvek dominálnak, hanem az dominál, hogy egy országban van egy kisebbség, igen vagy nem. Ahol kisebbség van, ott nem ismerik el. Lásd, Románia, Szlovákia, és főleg nyugat-európai országokat is sorolni, mert az akkori nyugati elv, hogy egy nép önrendelkezési joga fontosabb, mint a fennálló államhatárok, és hogy ez egyszerű és megismételhetetlen, ez akkor is csacsiság volt, és ma is az. A jelenlegi helyzet alapja az, hogy a szervezetésnek két dolog közül kell mindig választani. Európai integrációt akarok-e, vagy Koszovót visszaszerezni? Erre minden szervezet és megpróbál olyan választ adni, hogy Koszovót visszaszerezni és európai integrációt akarni. Szörnyű nehéz dilemmák. Most a rendszám. A rendszámnál a lényeg az, hogy mind a két fél koncepcióba gondol. Mi az albán koncepció? Én elfogadom továbbra is a szerb rendszámokat, ha végre Szerbia bejelentője elismeri Koszovót. Esze ágában sincs Vučićnak bejelenteni, hogy Koszovót elismeri. Többször meghosszabbították amerikai kérésre az egész rendszám kérdést, ugyanis megint van egy fura helyzet, és én ezt mint egyetemi tanár kimondhatom, politikus nem. Koszovó kiszakadt. Amikor kiszakadt, akkor egy rendkívül cseppfolyós helyzet volt, és Koszovó egy részében terv többségén, nem egyszer 80-90, közel 100%-ban. Az én megítélésem szerint, ha akkor a szervezet is azt mondja, hogy elfogadom Koszovó létét, de cserébe kérem vissza a szerb lakta területeket, szerintem minden koszovói vezetés elfogadta volna. Ezt a kompromisszumot ma egyik fél sem hajlandó elővenni, mert Szerbia az egészet szeretné visszakapni, Koszovónak pedig esze ágába sincs területről lemondani, úgyhogy cserébe nem kap semmit. Na most a rendszámtábla egy rendkívül piti ügy, de felkorbácsolta az érzelmeket. Amit ön mond, teljesen nyilvánvaló, hogy ma drónokkal mindenki a világon rendelkezik. Az is, aki bejelenti, az is, aki letagadja. Drónokat küldtek a szerb laktanyák fölé megnézni, hogy tényleg mit jelent a mozgósítás, mit jelent az, hogy magasabb harckészültségű szintbe viszem a szerb hadsereget, várható-e háború, mert a Balkánon bármi és az ellenkezője megtörténhet. Na most háború pillanatnyilag nincs, egy drón szerb laktanyák fölött lelőttek, ez van. Nagyon rossz lesz az utolsó mondatom, mikor gyerek voltam, volt egy film a Kísértet Lublón, nem tudom, mi, aki ezt nézi, talán látta, és ott az a mondat hangzik el, ott akkor a felvidékről van szó, hogy itt bármi, és az ellenkezője megtörténhet. Ugyanez igaz a szerb-koszovói konfliktusra. Viszont ha ténylegesen ennyire feszült a helyzet, és látjuk a rendszámtábla ügyből, hogy ennyire feszült a helyzet, akkor ezt a kérdést előbb-utóbb mégiscsak rendezni kéne valamikor, hogy megnyugodjon ez az alapvető feszültség a Balkánon. Lát-e bármi esélyt arra, hogy ez a következő időszak van, vagy belátható időn belül rendeződik? Nem. Megmondom, miért nem. Mert a két fél megint ugyanúgy, hogy a orosz-ukrán háborúban köszönő viszonyban sincs egymással a koncepció. Ön azt mondja Koszovó, én azt mondom Bosznia-Hercegovina. Az elmúlt 24 órában fogadták el, hogy Bosznia-Hercegovinában az ENSZ erők újabb egy évig állomásozni fognak. De ott egy kompromisszum jött létre. Eddig mindig kihangsúlyozták, hogy minden bűnforrása az ott élő szerbet. Ez megint csacsiság. Az oroszok kifogásolták, hogy NATO erőket akarnak bevetni, a nyugat lemondott a NATO erőkről, ENSZ erőket küld oda. Tehát Bosznia esetében egy kompromisszum van, ami megint semmit nem old meg, de még egy évig ott marad az ENSZ. Itt nem látszik a körvonalazás, mert mi a körvonalazódás egyik oldala? Koszovós célja, hogy Szerbia ismerje el a függetlenségét. Erre Szerbia nem hajlandó. Szerbia célja, hogy visszakapja Koszovót. Ennek ma a valószínűsége szintén kicsi. Lehet katonai összecsapás. Nyilván mind a két felett a saját nagyhatalmi szövetségesei próbálják ettől visszatartani. Kérdés, hogy meddig és mi a valós cél. Ugyanis csak idő kérdése lesz az, hogy Szerbia belép az Európai Unióba, de nem tud és nem is akar a NATO-ba belépni. Tehát egy rendkívül bonyolult helyzet van. Elnézést, én nagyon szerettem Bismarckot. Bismarck azt mondta, az egész Balkánért nem adnék egy gránátost. A gránátos volt a leggyengébb katonája. Tökéletesen kifejezte az akkor. Ugye itt vont egy párhuzamot az orosz-ukrán helyzet között. Lehet ez az új orosz-ukrán front? Nyilván nagyon buta volt ez a kérdés ide, hogy lehet akkora probléma, mint Oroszország és Ukrajna között?
A válasz az, hogy akkor a probléma igencsak más a nagysága. Tehát ténylegesen itt sincs megoldás, de a világ attól, hogy Koszovó és Szerbia állik fegyverbe, szembenéz egymással, nyugodtan tud aludni. Attól, hogy Oroszország és Ukrajna lövi egymást, és nem jön a kőolaj, földgáz, napi szankciók vannak az oroszokkal szemben, ettől nem tud nyugodni. Magyarország viszont mindkettővel határos. Hogyan érint minket az, ha egyszerre kell megoldani az Ukrajna felől érkező menekült kérdést, és nyilván, hogyha háború, vagy polgárháború, vagy feszültség van, akkor délről is meg fognak indulni a menekültek? Több dolog van. Egy. Hát az elmúlt 24 órában 10-valahány ezer menekült jött Magyarországra. Kettő. Az ENSZ hivatalos adatai szerint eddig Ukrajnából elmenekült 14 millió. Hát ez a lakosság több mint egy harmada, elnézést kérem. Ez egy őrületes szám. Tehát ennek ki van téve a világ. Ezek a menekültek jönnek. Én nagyon kíváncsi vagyok, és tudom, hogy rossz indulatú vagyok, hogy a háború végén, mert minden háborúnak egyszer vége van. A 100 éves háborúnak is vége volt, jóval több mint 100 év után. Tehát ha egyszer véget ér a háború, az ukrán menekültekből mennyi megy haza, zárójel. Tegnapi német adat, hogy 200 ezer ukrán kisgyerek tanul német iskolákba. Ezek a szülők vissza fognak menni? Én csak kérdezem, nem akarok választ adni. Engem néhány esetben, és akkor válaszolok utána a szerb kérdésre, irritál az ukrán politika. Engem irritál, hogy halálistákat csinálnak, avval magyar újságírókat is felvesznek, mert kritizálták Szerbiát, hogy betiltják az ottani pártokat, amelyek nem Zelenszkij pártja. Most a második rész. Balkánról rengeteg menekült jött el a történelembe. Az egész albán kérdés rendkívül volt. Az albán mafia ma a világ egyik legjobban szervezett mafiája. Következő. Hát jóval több mint 1 millió albán csempésztek át az elmúlt 10-valahány évben a volt Jugoszlávia területéről és Albániából Nyugat-Európába. És ezek az emberek a jelentős részben a szürke és fekete gazdaságban dolgoznak. Ha menekültek megindulnak, akkor nagyon kérdés, hogy merre jönnek. Magyarország felé próbálkoznak, de hát azért minket a határ véd. Románia felé, és ezt soha nem hozzuk le, nem nagyon próbálkoznak, mert tudják, hogy a román rendőrség, határőrség, kőkemény, nem akarok részletekbe belemenni, nem az én feladatom. Az osztrákok már védik a határt, a horvátok, szlovének, tehát a korábbi jugoszláv tagállamok védik a határt, az olaszok védik a határt. Tehát egyre nehezebb idézőjelben a migránsok tevékenysége, ha Európából megindul egy újabb migráns hullám, az rengeteg kérdést fog felvetni. Akkor térjünk rá az orosz-ukrán háborúra, ha már a tanár úr ebből is készült, de azért szerintem ezt a koszovói szerb helyzetet is nagyon fontos volt, hogy átbeszéljük. Sok kérdés van bennem is az orosz-ukrán háború kapcsán, de akkor talán kezdjük azzal, hogy mit tart most a legfontosabb aktualitásoknak. Azt, hogy a háború eszkalálódik, azt, hogy múltkor beszélgettünk a Kán könyvéről, azóta megnéztem, 44 pontban mondja el, hogy a csodálatos kapcsolatoktól egyes pont, hogy jutunk el a világháborúig, 44-es pont. Én föltettem a kérdést, nem tudom megválaszolni, hogy hanyasnál vagyunk most. A másik megjegyzésem és az... És a tízesnél többnél? Jóval. 20-as? Én úgy gondolom, hogy a 30-as skála elején vagyunk, ami egy nagyon rossz hír. Tehát a kétharmad környékén. Igen, csak itt vagy nulla van, vagy 100. Tehát a másik többi, az kivéthető. A másik megjegyzésem az, hogy végre újra beindul a gabonaszállítás. Én megnéztem a gabonaadatokat, fölírtam, és én nem szoktam puskázni. Most az esze, hogy puskázok, nem akarok fejből hülyeségeket mondani. Elmondanám, itt van nálam, jelenleg Búzából ez a két országnak a termelése a háború évében 35%-kal csökkent. Kukoricából 50%-kal Oroszország, Ukrajna. 26 olyan ország van ma a világon, amelyik gabona exportjának legalább a felét Oroszországból és Ukrajnából hozza be. Hihetetlen nehéz a helyzet. Tehát drasztikus a csökkenés. Nekem nagyon fura volt az, hogy a ukránok mondták, hogy ők a szegény országokba viszik a gabonát. Nem igaz. A döntő részben a gazdag országoknak adják el. Tehát megint azt látom, hogy a propaganda legalapvetőbb dolga is stimmelnek. Egy megjegyzés még a szíriai háború, a szíriai export. Tudom, hogy más. 93%-kal csökkent. Tehát
Tehát itt az orosz-ukrán háború egyik fő problémája a gabona kérdés. A másik fő kérdés az újjáépítés. Hát elnézést kérek azt, hogy most Berlinben egy Marshall konferencia volt, hogy segítsük meg Ukrajnát, és Európa kiszámolta, hogy 350 milliárd euró Ukrajna kára, mire az ukrán válasz az volt, hogy 750 milliárd. Tehát nem 10%-os, több mint 100%-os különbség van a két fél álláspontja közt. Ráadásul a károk jelentős részben azokon a területeken vannak, amelyek jelenleg orosz uralom alatt állnak. Beszéljünk egy kicsit Finnország NATO csatlakozásáról. Ezzel kapcsolatban jött egy kérdés is. A tanár úr szerint milyen szövetséges az, aki egyértelműen orosz érdeket képviselve nem szavazza meg a skandináv országok NATO csatlakozását? Magyarország milyen árat fizethet a jövőben az EU és a NATO partnerek elárulásáért? Nagyra becsülném a tanár úr válaszát. Én válaszolok, rossz a kérdés, elnézést. A NATO valamennyi állama eddig kettő kivételével megszavazta Finn és Svédország csatlakozását. Magyarországon a külügyminisztérium illetékes államtitkára Menzel Tamás bejelentette, hogy erre a szavazásra idén sor fog kerülni, és semmi probléma nincs. Egy ország nem szavazta eddig meg, Magyarország megfogja heteken belül, ez Törökország. A törökök követelték, hogy kurdokat utasítsanak ki, a törökök követelték, hogy Finnország és Svédország vegyen török fegyvereket, tehát ez úgy lenne, elnézést kérek korrekt, ha egyszer arról lehetne egy előadást tartani, hogy mik a török stratégiai célok a NATO bővítés keretében. A törökök továbbra is a kurdokat tekintik fő ellenségüknek. Ha egyszer kapok fél órát, én belemegyek a kurd kérdésbe, én végigjártam Törökország kurd lakta területeit, stb. Tehát Magyarország most utolsó előttiként fogja megszavazni, de ennek semmi jelentősége nincsen. Ettől még a utolsó szavazást a törökök valamikor vagy megcsinálják, vagy nem, erről is van egy véleményem, nem vagyunk árulók. És még néhány megjegyzés. Hát most néhány nap múlva félidős választások lesznek az USA-ba. Én nem akarom bántani, mert úgyis rengetegen nem csípnek engem. De hát a Biden szerencsétlen alkalmatlan. Hát ha megnézem naponta róla föltett videókat, hogy kezet nyújt valakinek, aki nincs ott, hogy nem tudja megmondani a fia, mikor hol halt meg, hogy összekever háborúkat. Hát nagyon, egy 79 éves bácsi, és akar két év múlva újraindulni az elnökségért. Tehát magyarul is kulcskérdés lesz egy hét múlva a félidős választás, ennek eredményei. Képes lesz legalább az egyik házba a republikánus párt átvenni a hatalmat, két év múlva kit indít az elnökségért. A Biden-nal szemben bárkinek van esélye, hogy jegyezzen meg. Hihetetlen érdekes lesz az amerikai helyzet, és azért Magyarország az elveit képviseli. Miért nem teszi fel azt a kérdést is az illető, hogy tessék mondani, hogy van az, hogy Macron és Scholz, francia köztársaság elnöke és Németország kancellárja most először neki mennek az amerikaiaknak, hogy micsoda dolog az, amit az energia árával csinálnak, és elnézést tétre kényszerítik Európát. Mielőtt kérdést kapok, Szlovákiába vettem eperlé, nagyon finom. Megyek jövőre Szlovákiába újra előadni, veszek pár üveggel, nagyon szeretem. Igen. Egyébként, ha már említette itt az amerikai hozzáállást, hogy az egy nagyon vicces dolog, hogy Amerika mai napig kereskedik Oroszországgal, és a mai napig forgalmaz különböző orosz nyersanyagokat, miközben meg Európa a morális háborúját vívja különböző szankciókkal. Miközben az Egyesült Államokban sokkal olcsóban adják el a palagázt az amerikai felhasználóknak, mint amennyire ők továbbadják Európának. Zárójel, a norvégok is ugyanezt csinálják. Tehát erre azt lehet mondani, hogy üzletnél nincs fontosabb a világon, de ezzel Európát térre kényszerítik. Elképesztően zuhan a versenyképesség. Igen. Egy pillanatra még maradjunk Törökországnál a NATO csatlakozás kérdésében. Egyébként a Magyarországgal kapcsolatos gondolatokkal jó magam is egyetértek. A vége úgyis az lesz, hogy megszavazzuk, szerintem ez nem is kérdés. Az egyébként, hogyha az Európai Unióval történő tárgyalások során ezt tudjuk akár a nemzeti érdekek képviseletére használni, az pedig szerintem egy örvendetes és jó dolog lehet. Egyetértek. Viszont Törökország, hogy ott elképzelhető-e az, hogy a végén Törökország tényleg vétózik, vagy nem szavazza meg? Mert az egy érdekes helyzetet teremtene. Egy. Én a józan paraszti eszemmel válaszolok. Óriási nyomás megy a törökökre. Kettő. A
nyomás elsősorban az Egyesült Államok irányából jön. Három. Hát én nem tudom megmondani azt, hogy a Törökországban lévő amerikai nagykövet milyen utasításokat kapottak től a Fehérháztól, és négy szem közt miket mond el Erdogán. Nyilván minden létező eszközt bevetnek, hogy a törökök ne vétózzák meg a finn és a svéd csatlakozást. Erdogán szintén egy rendkívül érdekes játékos, tehát őt is elég nehéz kiszámítani. Azért a nyugat-európai útjain botrányokat csinált, a Merkel-el szemben botrányokat csinált, tehát ez egy érdekes játszma. Nekem meggyőződésem az, hogy olyan nyomás megy a törökökre, hogy óriási valószínűséggel meg fogják szavazni, hogy mit kapnak cserébe, ez ki fog derülni, mint minden a történelemben pár száz év múlva. Törökország esetében, ugye, ha egy kicsit még a gabonaszállításra visszatérünk, akkor ugye az a hivatalos kommunikáció, hogy Erdogan közben járt Putyinnál annak érdekében, hogy mégse függessze fel a gabonaszállítást, amit azért függesztettek egyébként fel, mert Ukrajna az ő olvasatuk szerint elkezdett támadni különböző orosz dolgokat, de akkor itt az merül fel, hogy valójában Putyin itt egy nagyvonalú gesztust gyakorolt, vagy valójában nem is állt szándékukban felfüggeszteni a gabonaszállítást, csak egy PR volt ez az egész történet. Szerintem ezeknek a együttes kombinációja. Mi volt a orosz feltétel? Ugye Szevasztopolban állomásozik a orosz flotta döntő része, és ott elvileg orosz hajókat támadásért. Most az ukránok megígérték, hogy többet orosz hajókat nem támadnak. Mi az orosz álláspont? Hogy ezeket a hajókat ukránok Nagy-Británia szakértőinek segítségével támadták. Nem véletlen az, hogyha figyeli a híreket, Moszkvából bekérették a brit nagykövetet és tiltakoztak. Tehát magyarul megint egy kompromisszum született, gabonaszállítás igen, orosz flottára több támadás nem. A különböző hadszíntereken megint egymástólnak teljesen ellentmondó híreket lehet hallani, például a portfóliónak az a címe, most éppen itt az a cikk van előttem, hogy kritikusan alacsony feltöltöttségű szinten lehet az orosz haderő, de hozzáteszik, hogy az ukrán légvédelem is bajba kerülhet. Ezzel párhuzamosan az Indexnek meg például olyan narratívája van, most azt a cikket meg pont nem találom, de ami már arról szól, hogy Oroszország az komoly támadásokat indít, és több helyen is támadnak. Mi az, amit biztosan tudunk? Jelen pillanatban kiáll jobban, illetve még egyet kérdeznék, hogy lehet azt hallani, hogy majd ukrán ellen támadás lesz az egyik oldalon, meg durva orosz támadás a másik oldalon, és egyelőre úgy tűnik, mintha nem történne semmi. Kezdjük az elején. Néhány óránként jön ki az orosz és ukrán vezérkar újabb és újabb állásfoglalása. Mind a két fél, és én ezt sokszor elmondtam, pártlanul hazudik. A második megjegyzésem. Az, hogy egy újság mit ír, az ő feladata, hogy a lapot megvegyék, eladják, reklámköltségek bejöjjenek, szóval teljesen más a célrendszere. Az, hogy mi folyik az orosz és ukrán vezérkarban a valóságban. Néhány amerikai, brit, egyéb hírszerzőn kívül ember nem tudta. Tehát az, hogy ki hol akar támadást, és ezt leközi egy lap, attól kezdve ez már nem titkos. Tehát nekem, én ezeket a cikkeket át szoktam nézni, de akik írják, azok sem rendelkeznek valós információkkal. És ez nem kritika, az újságnak meg kell jelenni. Ez nem a portfólió és az Index problémája, ez igaz a New York Times-tól kezdve a Washington Poston keresztül a világ leghíresebb újságjaira. Tehát ma mind a két fél abban indul ki, hogy szeretne stratégiai győzelmet aratni. De hogy ez bekövetkezzék, annak ma a feltételrendszeren nem áll. Ötször olvastuk, hogy Putyin már haldoklik. Tízszer olvastuk, hogy Putyin helyett a más emberek szerepelnek. X-szer olvastuk, hogy a Zelenszkij alkalmatlan. Tehát ha azt veszem, hogy ki mit olvas és azt szerint nyilatkozik, akkor nagyon nagy baj van. Ami talán még szintén érdekes történet az az, hogy mi újság a különböző fegyverekkel, hiszen fegyverdömping az érkezik a térségbe, és egyre többen, több ország is megfogalmazta az elmúlt napokban, hogy nagyon aggasztó, hogy mi lesz ezeknek a fegyvereknek a sorsa. Hát a finnek voltak azok, akik egy nappal ezelőtt bejelentették, hogy az Ukrajnának küldött fegyvereik több országba fölmerültek a fekete piacon. Na most nyilván az ukrán vezetés azt fogja mondani, ez kacsa, ez orosz propaganda száfolják, tehát senki nem akarja az igazságot közzétenni. Nekem egy másik hír volt az, ami felkeltette a figyelmemet. Az Arab Liga 22 államon mondta azt tegnap,
hogy érjen véget a háború. Az arab alapvető cél igazuk van, fegyverszünet és béke. A horvát államfő ezt mondta pár nappal ezelőtt, hogy jöjjön létre végre orosz-amerikai párbeszéd a háborúról. Hát nem mondhatnám azt, hogy a nyugat lelkesedett. A román védelmi miniszter azt mondta, hogy Ukrajna nélkül kezdődjenek el orosz-NATO, orosz-amerikai tárgyalások, le kellett mondania. Tehát ez egy rendkívül érdekes dolog. Zárójelbe jegyzem meg, hogy én pont amikor az egész volt Nagyváradon volt, és egy elég magas beosztású politikussal tárgyaltam, aki előre elmondta, hogy ebbe bele fog bukni a védelmi miniszter, mert ilyet ma Romániában nem lehet mondani. Mire lehet számítani egyébként béketárgyalások tekintetében? Sokat várnak ugye az Indonéziában Balin tartandó csúcstól, de van, lát bármi szándékot arra, hogy megegyeznek? És ilyenkor szokta azt mondani, hogy sok minden múlik a félidős választásokon, ami azért mégiscsak egyre közeledik, de tényleg sok minden múlik rajta, hiszen attól még másnap ugyanúgy a Biden lesz az elnök, meg a Biden adminisztráció fogja vezetni Amerikát. Igen, csak a képviselő lesz valami, és képes az elnök befolyásolni. A másik, hát ez egy hihetetlen érdekes dolog. Én 20-szor elmondtam a példát. Egyszer azt mondták az amerikai külügyminiszter helyettesnek, Holbrooknak, hogy akar-e Milosevic-sel tárgyalni. Azt mondta, hogy soha. Mert azt mondták, hogy kár, mert itt van a másik szobában, mire Holbrook választ, ja, ha itt van, akkor igen. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most szemét leszek, hogy a G20-as csúcson véletlen összetalálkozik-e Putyin és Biden. 30 demokrata vezető, képviselőházi tag azt kérte a demokrata elnöktől, hogy tárgyaljon Putyinnal. Majd amikor kiderült, hogy milyen ellenszél van, visszavonták a javaslatot. Tehát ma ez egy hihetetlen érdekes dolog, hogy az ukránok őrületes nyugati támogatással milyen PR-t csinálnak. És látszik az, hogy Nyugat-Európában egyre több a tüntetés. És bocsánat, látszik az, hogy Ukrajna mellett és Ukrajna ellen is tüntetések vannak. Hogy a lakosságnak elege van a gázáremelésből, a szankciókból, a háborúból, és ennek nagyon sok következménye lehet, amivel ma még nem számolunk. Aztán, amivel még érdemes lenne foglalkozunk így a műsor végén, az a világban történő egyéb igencsak feszült helyzetek, mert például tegnap a szaudi hírszerzés arról beszélt, hogy Irán akár 48 órán belül megtámadhatja Szaúd-Arábiát. Erre a hír azért elég sokan felkapták a fejüket, mert sok konfliktus gócra lehetett számítani, de egy ilyen mondást a kevésbé. A tanár úr hogy látja ezt a kérdést? Van egy arab verzsőből. Én ezt végigutaztam. Ez nem a reklám helye, csodálatos szép. Tehát elmentünk pár évvel ezelőtt, és minden nap más országban volt. Perzsa arab öböl északi oldalát meghatározza, és szunita vezető hatalmát, hogy Szaúd-Arábia. Bocsánatot kérek a déli oldalát, mielőtt kijavítanak. Az északi oldalát meghatározza egy síta vezető hatalmát. Ez a két ország adja a világ kőolaj és földgáztermelésének jelentős részét. A sak idején, még egyszer, nem a Khomeiniék alatt, a sak idején Irán elfoglalta Perzsa-öböl kijáratánál lévő három szigetet, Tistom nagy, Abu Musza sziget, ők ellenőriznek ott mind. Két fél közt élethalál harc van, síta szunni. Szaúd-Arábia ma rendkívül amerikai támogatást kap, és stratégiai együttműködése van Izraellel. Rengeteg dolgot erről el lehetne mondani. Szaúd-Arábia sokkal gyengébb lakosságszámba, mint Irán, ezért a legmodernebb amerikai, brit és egyéb haditechnikát. Zárójelben jegyzem meg, hogy a németek többször nem volt eladni fegyvert, hogy ez egy háborús térség. Tehát ha a szaudi hírszerzés ezt közé tette, az azt jelenti, hogy a hosszú évek óta húzódó konfliktus egy magasabb szintre lépett. Ez nem háború, ez semmi, de a világgal akarták közölni, hogy a világ az arab-izraeli háború, Tájván, az arab-izraeli konfliktus Tájván, az orosz-ukrán konfliktus mellett egy kicsit figyeljen rá is. Na és akkor végezetül pedig Észak-Korea és Dél-Korea között is szintén elég komoly a feszültség. Hogy látja a tanár összességében ezeket a sok-sok regionális feszültséget? Volt egyszer egy kán, innen kezdtük a műsort, hogy 1-től 44. Ez a sok feszültség azért a számot viszi, és egy megjegyzésem hagyján, nem akarok előadást tartani Koreáról. Most először a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke bejelentette,
elég volt Észak-Koreából, ettől kezdve minden észak-koreai katonai gyakorlatra dél-koreai katonai válaszcsapás lesz a válasz. Ez új. Tehát ha Észak-Korea rakétát indít, én mint Dél-Korea igen, Japán azonnal közölte, hogy ő is. Mondom magyarul, a térségben a feszültség drasztikusan növekszik. Ez volt a mai adásunk, reméljük, hogy ezek a feszültségek mindenhol csökkenni fognak. Minden esetre mi folyamatosan figyelünk és folyamatosan próbáljuk értelmezni, hogy mi történik körülöttünk. Nógrádi György, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm szépen.